Nagyon sok tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt a Tudomány a Kocsmában legfrissebb előadásán. Ez az évi utolsó alkalmunk, hogy így együtt vagyunk, és a jövő év során is szeretnénk ezt a szép hagyományt fenntartani, hogy így időről időre, minden hónapban, két hónapban összegyűlünk, és változatos témákról tartunk előadást jelesebbnél jelesebb képviselőkkel, jelesebbnél jelesebb szakemberekkel, a tudomány embereivel, és olyan emberekkel, akik valamiben érdekeset alkotnak, akik valamiben különlegeset csinálnak. Ma este Hap Évát szeretném üdvözölni, aki a Széchenyi Egyetem docense, a turisztikai tanszéket is vezeti, illetve a Pannonhalmi Főapátságban Éva a turisztikai vezető. Ő a felelős azért, hogy az apátság turisztikai arculatát újra tervezzék, újra rajzolják, illetve a turisztikai termékeket itthon és külföldön is ismerté tegyék és elismerté tegyék. Ugyanakkor ez mégiscsak egy apátság, és nagyon izgalmas az a téma, amivel Éva ma este jött hozzánk, hogyan tudunk egy apátságot turisztikai desztinációvá tenni, hogyan járul ez hozzá a térség turisztikai fejlődéséhez, desztináció menedzsmentjéhez. Éva, szeretnélek itt üdvözölni, tiéd a terep, és akkor várjuk az előadást. Jó estét kívánok mindenkinek! Ahogy a felkomból is hallották, Hap Éva vagyok, a Pannonhalmi Főapátság turisztikai vezetője, illetve a Széchenyi István Egyetem turizmus vendéglátás tanszékének egyetemi docense. És hát az a szép feladatom tulajdonképpen tényleg így az egyetemi munkám mellett, hogy a Pannonhalmi Főapátságnak a turizmusát egy kicsit megpróbálja fejleszteni, illetve úgy bemutatni a külföldi és a belföldi vendégeknek, hogy ne csak egy-két órás desztinációban, egy-két órás attrakcióban gondolkodjanak a főapátságban, hanem érezzék azt a turisták, hogy érdemes hozzánk eljönni, akár egy fél napra, de inkább én azt mondom, hogy egy egész napos programot is össze tudunk önöknek, illetve a turistáknak rakni. Ma a Pannonhalmi Főapátságról tényleg turizmus szempontjából szeretnék önöknek beszélni, hiszen ez a legfontosabb feladat, ami most itt előttünk áll, hogy a turizmust úgy megvalósítani, hogy ténylegesen ne zavarjuk a főapátság életét, hiszen ahogy majd be is fogom mutatni, a főapátságnak az egyik legfontosabb tulajdonság és a legjelentősebb része az, hogy itt még a mai napig is élnek szerzetesek, tehát egy működő szerzetes rendről van szó. Nap mint nap találkozunk a szerzetesekkel, ők ott érik a mindennapi életüket, és nekünk ehhez igazodva kell egy turizmust és tulajdonképpen egy vállalkozást vezetni. Hiszen a turizmusnak itt az a lényege, hogy megpróbáljunk minél több turistát oda vonzani a főapátságba, és megmutatni azokat az értékeket, amikkel mi rendelkezünk. Az előadásom címe Érték, élmény, emlék, mégpedig azért, mert ez az az új szlogen, aminek a mentén szeretnénk a turizmust egy kicsit megújítani. Ennek a lényeg az, hogy nézzük meg, milyen értékeink vannak a főapátságban, mi az, amit meg tudunk mutatni. Adjunk élményeket a turistáknak, hiszen a mai kor turistájának az egyik legfontosabb kívánsága, igénye az, hogy élményeket kapjon. Tehát amellett, hogy ő megnéz egy attrakciót, megnéz egy látványosságot, mindenképpen valamilyen élményelemet is kell beletennünk ezekbe a programokba, élményekkel szeretne távozni tőlünk a turista. És ebben mi segítünk is, mégpedig az emlék része, hiszen vannak olyan termékeink, amelyeket magukkal vihetnek az ide látogató, a hozzánk látogató turisták, és ezeket az emlékeket is szeretném most önöknek ma este megmutatni. Hát talán tényleg először egy bemutatkozás, hogy mit is jelent maga a Pannonhalmi Főapátság, ugye amikor azt mondjuk, hogy Pannonhalmi Főapátság, így használjuk, ezen a néven használjuk a mi kis látványosságunkat és a mi főapátságunkat, de ez tulajdonképpen a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, és ahogy Cirill főapát úr szokta mondani, a monostor egy kísérlet arra, hogy a világ egy pici részét ideálisan rendezzük be. Vagyis ők úgy szeretnének, a szerzetesek úgy szeretnének ott élni, és úgy szeretnék megmutatni a főapátságot, hogy azt mutassuk a turistáknak, és azt mutassuk az odalátogatóknak, hogy egy ideális világ, az tulajdonképpen így néz neki.
Néhány mondatban a főapátságnak a történelméről, ugye több mint ezer éves múlttal rendelkezünk, 996-ban telepítette le a szerzeteseket Géza nagyfejedelem, és a monostort a fia Szent István alapította. Ebben az évben, tulajdonképpen ebben az évben és a jövő évben fogjuk ünnepelni a bazilika 800 éves évfordulóját, a felszentelésről van szó, a bazilika felszentelésének 800. évfordulóját ünnepeljük. Ez most novemberben kezdődött, ez a jubileumi évünk, és ennek a jegyében fog zajlani 2024, tehát a programokkal is úgy készülünk, hogy már ez a bazilika 800-as elnevezésű évet fogjuk behozni minden programunkba. Amit még érdemes tudni a főapátságról, és tényleg egy fontos része, hogy UNESCO világörökségi helyszínként is számon tartjuk magát a főapátságot, 1996-tól a világörökség része, a Pannonhalmi főapátság, ami egy nagyon nagy megtiszteltetés. Ezt azt hiszem, hogy minden világörökségi helyszín elmondhatja magáról, ugyanakkor nagyon nagy nehézséget is hordoz magával ez a megtisztelő cím, hiszen amikor fejlesztésekről beszélünk, akkor bizony mi nem tudunk belekezdeni automatikusan egy fejlesztésbe. Minden esetben a világörökségi központtól, a világörökségi hivataltól engedélyt kell kérnünk. És ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogyha én szeretném hirdetni mondjuk valamelyik programomat, és szeretnék egy molinót kirakni a kerítésre, azt csak úgy magamtól nem tehetem meg, engedélyt kell rá kérni. És minden esetben megvizsgálják, hogy vajon az a molinó, az ott a kerítésen zavarja-e a látványt, a világörökség látványát. Tehát amellett, hogy tényleg azt mondhatjuk, hogy nagyon megtisztelő a cím, és nagyon örülünk neki, hiszen azért turizmus szempontjából is egy világörökségi helyszínt sokkal könnyebb promotálni, értékesíteni a turistáknak. Ugyanakkor ez a másik oldalról szervezői szempontból és programszervezés szempontjából, turisztikai szakember szempontjából azért nehézséget is jelent a számunkra. Ugye maga a világörökségi helyszín, hogyha jártak már a főapátságban, akkor nagyjából tudják, ha nem, akkor elmondanám, hogy ugye több részből áll. Ami a legfontosabb, az ugye a bazilika, ami románkori bazilikáról beszélünk, és ennek a felszentelésének a 800. évfordulóját ünnepeljük 2023-24-ben. A bazilika mellett a kerengő, ami megint egy nagyon-nagyon szép helyszín, ez egy gótikus kerengő, ami körülveszi a bazilikát. A barokk monostor épületei, itt ez azért is fontos, mert itt a szerzetesek ezekben az épületekben élnek, és hát ami a nagyon, nagyon szép és nagyon látványos része még a főapátságnak, az a könyvtár, a klasszicista könyvtár és a torony. Ez tulajdonképpen az az épület együttes, amire azt szoktuk mondani, hogy a maga a Pannonhalmi főapátság. De hát számunkra, turizmusban dolgozóknak maga a főapátság nem csak ezt jelenti, ez adja az alapot, ez az épület együttes az, amit mi meg tudunk mutatni, amiről képeket tudunk készíteni, de hát a célunk az, hogy ezt az épület együttest ne csak úgy mutassuk meg, hogy elmondjuk róla a történetét, esetleg a hozzáfűződő legendákat, hanem mindenképpen kiegészítsük olyan élményekkel, amire a mai kor turistája vágyik. Azt szokták mondani, hogy a Pannonhalmi főapátság éve kortárs. Mit is jelent ez? Az ezer éves történelmében minden egyes időszakban kortársnak nevezhetjük, mert minden időszakban, minden korban a legmodernebb technikákat, a legmodernebb fejlesztéseket hajtották végre. Tehát, hogyha a románkori bazilikát nézzük, akkor ott a románkori korban tényleg a kortársnak nevezhető, és ha végig megyünk így a korszakokon, akkor mindig azt mondhatjuk, hogy mindig a legmodernebb módon próbálta a főapátság beépíteni az újdonságokat, és újítani, fejleszteni. És hát amit már említettem is, ugye maga a bencés közösség, Magyarország legnagyobb létszámú bencés közössége él a monostorban. Ez egyrésztről nekünk egy óriási jelentőségű dolog, hiszen nap mint nap találkozunk a szerzetesekkel, be tudjuk őket vonni a munkánkban, ami ugye fontos is az ő szempontukból is, mert a bencés szerzetesrendnek az alapja az, hogy ők imádkoznak és dolgoznak.
és a munkába így részt is vesznek, és a turizmusban is részt vesznek a szerzetesek. Tehát van olyan szerzetes, aki a munkáját, a napi munkáját a turizmusban végzi. Erről is majd mutatok is képet önöknek. Tehát a bencés közösség egyrészt ugye ott lakik, ami nagyon jó, mert nagyon sokan vágynak arra, és nagyon sok turista szeretné látni is a szerzeteseket. Tehát, hogyha megérkezik hozzánk, akkor nagyon sokszor halljuk, hogy és szerzetessel tudunk találkozni. Hát szerencsésnek kell lenni egyébként, de nagyjából azért találkoznak a szerzetesekkel. Ugyanakkor megint csak egy kisebb nehézséget okoz, hogy nekünk ezt figyelembe kell venni a munkánkban. Tehát mi nem szervezhetünk olyan programokat, amelyek zavarják az ő életüket, nem is szeretnénk egyébként, hiszen ez az alapja a mi munkánknak, a turisztikai munkánknak, hogy ők itt élnek, és mi igazodunk, a turizmus igazodik a szerzetesekhez. Tehát csak addig megyünk el a programokban, amíg nekik jó, amíg ők még kényelmesnek érzik azt a látogatói létszámot, az olyan helyszínek bemutatását, amikhez igazából ők kötődnek, nagyon kötődnek. Úgyhogy megint csak egy kis nehézségről beszélhetünk, és hát ne felejtsük el, hogy ugye van egy liturgikus rend is, misék vannak, naponta misék vannak a főapátságban, a bazilikában, és ezekben az időszakokban természetesen a turisták nem mehetnek be a bazilikába. Nyitottak egyébként a miséink, tehát bárki látogathatja ezeket, ugyanakkor turista csoportok olyankor nem mehetnek be. Tehát amikor majd mutatok is számokat arról, hogy hány látogatónk van, mindig figyelembe kell venni azt, hogy nekünk tényleg egy élő apátságot kell bemutatni a turistáknak, ahol diákok is vannak, tehát vannak diákmisék is, vannak konventmisék is, napközi óránk van vesperásunk, és ez mind-mind-mind egy napon belül, akár többször is lezárásra kerülhet a bazilika, pontosan emiatt. Vannak esküvők, vannak keresztelők, szintén olyan események, amelyek aztán nem teszik lehetővé azt, hogy turista akkor bemenjen, hát ugye senki nem szeretné, hogy az esküvő alatt ott egy csoport még elmegy mellette, és akkor éppen az idegenvezető mondja a bazilika történetét. Tehát amellett, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ők ott vannak, a turizmusban ez megint csak egy kisebb hátrányt jelent a más templomokkal, apátságokkal szemben. És ami még a pannonhalmi főapátsághoz hozzátartozik, és ami a küldetésükhöz, a szerzetesen küldetéséhez hozzátartozik, az a bentlakásos gimnázium, hiszen Pannonhalmán ugye egy fiú gimnázium található, a fiúk ott laknak, csak bentlakással lehet részt venni a gimnázium életében, tehát csak olyan tanulók vannak, akik ténylegesen ott laknak, nincs bejárása a gimnáziumban, nincs olyan lehetőségük. Tehát ott a 12 éves kortól, ugye 6 osztályos gimnáziumról van szó, 12 éves kortól 18 éves korukig ott vannak a fiúk, és hát ők tanulnak. Vagyis a gimnáziumi rész ezért nem látogatható, és a gimnázium egy kicsit azt is mondhatnám, hogy elszigetelt ilyen szempontból, meg tudjuk nyitni azokat a tereket, amikor mondjuk szünet van, és ők hazamennek. Illetve található egy szociális otthon is, idősek otthona is Pannonhalmán, ami szintén a küldetéshez kapcsolódik, a szerzetesrend küldetéséhez kapcsolódik. Hát mutatnám azt, hogy mi is a mi célunk a turizmussal, egy kicsit szakmai részre áttérve, mert úgy gondoltam, hogy nem csak képeket hoznék önöknek a főapátságról, hanem megmutatnám azt is, hogy tulajdonképpen a turizmusnak milyen célja van, és mit szeretnénk elérni. Az egyik legfontosabb talán, amit így függőlegesen írtam fel, hogy minőség. Ehhez nagyon ragaszkodnak a szerzetesek, és mi is. Pannonhalma mindig egy kicsit presztízs termék volt. Tehát, hogy nagyon magas minőséget szeretnénk nyújtani, és ezt mindig szeretnénk megőrizni azt, hogy nálunk minőségi termékeket, minőségi programokat fog kapni az odalátogató vendég, és ez tényleg az egyik legfontosabb része. Amit láthatnak, ez az egy Pannonhalma, ez tulajdonképpen arról szól, hogy nagyon sok része van a szolgáltatásainknak. Hiszen a főapátságon kívül, tehát ami maga a monostor és a szerzetesrend, illetve a monostor épületegyüttesén kívül, különböző vállalkozási részei vannak a pannonhalmi főapátságnak. Így rendelkezünk pincészettel, van sörfőzdéje a főapátságnak, arborétuma, gyógynövénykertje, vannak különböző gasztronómiai egységeink, tehát a
például egy pizzériánk van, van cukrásznánk, van éttermünk, illetve van rendezvény és konferencia központunk is, emellett pedig egy zarándokszállásunk is, Szent Jakab Zarándokház néven. Ami az Egy Pannonhalmát jelenti, az az, hogy mi ezt egységben gondolkodunk. Tehát nem külön részekben, hogy akkor hogy működik a pincészet, hogy működik külön a sörfőzde, de jó lenne minél többet értékesíteni a szálláshelyből, hanem mi ezt egy egységben gondoljuk végig, és úgy próbálunk csomagokat, programokat értékesíteni az hozzánk érkezőknek, hogy mindent, lehetőleg mindent megismerjenek, minél több dolgot megismerjenek Pannonhalmából és a főapátságból. És hát ugye természetesen, mivel egy vállalkozásról van szó, tehát a főapátságnak a vállalkozása tulajdonképpen a turizmus és az egyes egységek, ugye a legfontosabb célunk az az árbevétel és az árbevétel növekedés. Hogyan is tudjuk ezt elérni? Egyrészt a turisták számának növekedésével. Ennek azért van gátja és van limit, van egy bizonyos határ is, ahogy említettem, ugye nem tudunk minden órában beengedni turistákat, nem tudunk minden időszakot értékesíteni, és nem is nagyon szeretnénk. Én felírtam ide azt is, hogy fenntartható, ami azt jelenti, hogy nagyon nem szeretnénk, hogy egy túlturizmus jelenjen meg Pannonhalmán. Nem szeretnénk azt, hogy sokkal több vendég legyen, mint amennyit elbír. Mert akkor már nem tudnánk azt a minőséget adni, illetve már nem tudnánk azt az élményt sem közvetíteni a vendégeink felé, ami miatt tulajdonképpen hozzánk jönnek. Tehát a turisták számának növekedése az tényleg egy behatárolt része lesz az árbevétel növekedésnek, és amit inkább szeretnénk, hogy minél többet költsenek nálunk a turisták, ugye a vásárlói kosár egy kicsit magasabb legyen, tehát hogy átlagosan több szolgáltatást vegyenek igénybe, jobban ismerjék meg Pannonhalmát, és minél több részét tudjuk bemutatni a hozzánk érkezőknek. Illetve van még egy része, ez pedig a családbarát minősítés. Pannonhalmát, magát a főapátságot és magát a monostort nem mondhatjuk azt, hogy igazából családbarát. Tehát, hogy nem azért, nem is úgy mondom, hogy nem mondhatjuk azt, hogy családbarát, hanem nem azért jönnek hozzánk a vendégek, mert családbarátok vagyunk. Tehát ugye mi nem egy családbarát szálloda vagyunk, nem egy családbarát attrakció vagyunk, nem ezért érkezik hozzánk, viszont a hozzánk érkező családok találnak családbarát szolgáltatásokat. Tehát inkább ezt szoktam mondani, hogy nyugodtan érkezzenek hozzánk családosok is, mert vannak ilyen szolgáltatásaink, vannak ilyen fejlesztéseink, ami a családbarát igénynek megfelelő, de hát tényleg nem ezért fog. Tehát a család, ha családbarát szolgáltatást keres, akkor nem Pannonhalma fog egyből eszébe jutni, hiszen hogyha belegondolunk az attrakcióba, magába a monostorba, azért az nem egy kisgyermeknek való látványosság. Kik azok, akik hozzánk érkeznek? Érkeznek szabadidőben érkező vendégek, tehát a szabadidős turizmus nagy része a turizmusunknak a szabadidős turizmusban csapódik le, és ezen belül is a kulturális turizmus az meghatározó, ez azért, mert hogy milyen látványosságunk van, milyen attrakcióval rendelkezünk, ez ugye vonza magával. Természetesen itt a világörökségi turizmus külföldieknél, ugye ez egy nagyon kedvelt dolog, hogy világörökségi helyszíneket járnak végig, és ennek része Pannonhalma is, de hát a kulturális turizmus az meghatározó nálunk. Emellett nem elválasztva természetesen a kulturális turizmustól, a vallási és zarándok turizmus is nagyon fontos része, hiszen ez pedig magából a főapátságból adódik természetesen, hogy a vallás az egy nagyon fontos része az apátságnak, és részt is veszünk a vallási turizmusban, zarándoktáborok is vannak, tematikus utak is jönnek, amelyek a vallási turizmushoz kapcsolódnak, tehát ez is egy fontos része a szabadidős turizmusnak. Amit még szeretnénk, az a gasztroturizmus. Biztos hallottak a Viator étteremről, ami tavaly novemberig azért egy nagyon jó minőségű étterem volt, gyönyörű kilátással, nagyon híres séffel, és tényleg nagyon szerették a Viator éttermet a vendégek.
Ezt sajnos be kellett zárnunk tavaly novemberben, és ma már csak konferencia és rendezvény központként működik a Viator, de azért a gasztroturizmus szeretnénk meghagyni olyan szinten, hogy egy kis csavarral a rendezvény konyhánkat bevittük a Monostorba. Nem mondom, hogy könnyű feladat volt a szervezeteseket rávenni arra, hogy hát nem is étterem, de hogy étkezési lehetőséget adjunk a turistáknak azon a helyen, ahova addig még nem jutottak be. Tehát kialakítottunk egy vendégebédlőt, és ott a rendezvény szakácsunk, tehát akik a Viatorban is főztek, ők főznek a monostori konyhán, és a rendezvények, a csoportoknak így tudunk a monostoron belül étkezést nyújtani, ami azért is érdekes, mert be tudjuk vinni egy olyan részre a vendégeket, ahova egyébként nem juthatnak be. Tehát a vendégebédlőbe tényleg csak azok jutnak be, akik a csoporttal igénylik ezt az étkezési lehetőséget. És nagyon jó egyébként a konyhája a monostornak. Tehát a gasztroturizmus egy része így a vendégebédlőben zajlik, másik része, ahogy már említettem, ugye a pizzériánk van, nagyon jó nápolyi pizzával, érdemes megkóstolni, illetve ha hallottak a cukrászdánkról, ugye a Pauza cukrászda, a nagyon híres Pannonhalmán, a gyógynövénykertbe költöztettük le, nagyon sokáig lent volt a faluban, városban, Pannonhalma, tehát lent volt a városban, és a város főteréről úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne az apátsághoz közelebb hozni, úgyhogy ebben az évben, január-februárban átköltözött a Pauza cukrászda a gyógynövénykertben. Nagyon jó döntés volt egyébként, sokkal jobban kapcsolják a turisták is most már az apátsághoz a cukrászdát, és hát nekünk is jó, hogy a gyógynövénykertben egy különleges gasztroélményt tudunk nyújtani a vendégeinknek. Ami még a szabadidős turizmusban jellemző, az az aktív turizmus, kerékpárral túrázva is nagyon sokan érkeznek hozzánk, tehát ezt is próbáljuk kihasználni, hogy a szabadidős turizmusnak ez az ága is jelentős. Az üzleti turizmusunk. Nagyon sok cég keres meg bennünket, úgyhogy leginkább meetingekre, konferenciákra tudjuk a különböző termeinket kiadni, úgyhogy ezek is nagyon jellemzőek a főapátságra, hogy az üzleti turizmus, a cégek ott tartják a különböző rendezvényeiket. A célcsoportokat már említettem, de azért elmondanám, hogy tényleg nagyon sok külföldi vendégünk is van, egyéni, illetve csoportos vendégek. Ők azok, akik elsősorban a vallás és a kulturális turizmus miatt érkeznek hozzánk, a világörökségi turizmus miatt. Ők azok, akiknek azt hangsúlyozzuk, hogy egy nagyon egyedi kulturális élményt tudunk nyújtani. Tehát a marketingünk az arra épül, hogy a külföldieknek azt mondjuk, hogy ez egy nagyon egyedi helyszín, és nagyon egyedi élményt fognak kapni, hogyha hozzánk érkeznek. A belföldi egyéni és csoportos vendégek szintén nagyon fontos része a célcsoportunknak, illetve a vendégeinknek. Hát azt szoktuk mondani, hogy ez egy ilyen masszi látnivaló, vagyis látni kell, meg kell nézni a Pannonhalmi főapátságot. Szerintem nagyon sokan régi emlékeikből talán emlékeznek, ez az iskolásoknak is egyébként a kötelező iskolai kirándulás, Pannonhalma. Hát én azért azt szeretném, hogy ne csak iskoláskorunkba menjünk el és nézzük meg a Pannonhalmi főapátságot, hanem jusson eszünkbe akkor is, hogyha tényleg valami különlegeset szeretnénk látni. Csak néhány napunk van, és Győrhöz kapcsolódva esetleg tényleg valami különlegeset szeretnénk látni. Felírtam ide azt a City Break profil, ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy maga Győr úgy van pozícionálva, hogy Győr városa hétvégi turizmusban érdekelt, vagyis hogy egy péntektől vasárnapig tud programot nyújtani az odaérkező látogatóknak egy hosszú hétvégén. Ebbe belefér Pannonhalma is. Tehát ebbe egy nap simán belefér, hogy a Győrbe érkezők kijönnek Pannonhalmára. És ugye a családbarátot már említettem, hogy nem a családbarátság miatt érkeznek hozzánk, de érkeznek családos vendégek is. A diákcsoportok, illetve a zarándokok szintén fontos célcsoportot jelent. És a látogató számot ígértem, ugye 2018-as év az egy nagyon jó év volt a főapátságban, 2019-ben csökkent a létszám, ugye 2021-et ismerjük,
És 22-ben azért már fel tudtunk menni, tehát már növekszik a vendéglétszámunk, ebben a 2023-as év is nagyon jó adatokkal rendelkezünk, de még egyszer mondom, van egy bizonyos limit, amit elérhetünk, és saját meghatározásunk, tehát stratégiailag is úgy határoztuk meg, hogy a fenntarthatóság miatt nem szeretnénk nagyon-nagyon sok vendéget. Tehát nem a vendég létszám a legfontosabb, hogy minél többen jöjjenek, mert nem tudunk akkor olyan jól foglalkozni a vendégekkel, és ez nekünk nagyon fontos, hogy tényleg az idegenvezetőink is nagyon profin tudják végigvezetni a csoportokat és fogadni a látogatókat. Néhány ajánlatot bemutatnék, és akkor képeket is mutatok. Tehát az apátsági látogatás, az tulajdonképpen maga az alaplátogatás, az egy másfél órás vezetett séta. Ezt meg lehet csinálni egyénileg is, illetve csoportok esetében idegenvezetővel is végig lehet menni. Ebben az esetben ugye mi a bazilikát, a kerengőt, a bazilikában az altemplomot, illetve a könyvtárat mutatjuk be. Tehát ez lesz egy ilyen másfél órás séta. Amivel ki tudjuk ezt egészíteni, az, hogy lehetőség van arra, hogy orgonahangversenyt is kérjenek a turisták, és ekkor a bazilikában egy kb. 15-20 perces orgonahangversenyt hallgathatnak meg. Ez óriási élmény egyébként, tehát nagyon szép ugye a felújított orgona a bazilikában, úgyhogy érdemes ezért is jönni. Ami újdonság, a tematikus séták. Ez elég kedvelt egyébként ma már a turizmusban, hogy nem csak egy sima idegenvezetésre megyek el, ahol elmondják a történetét az adott látványosságnak, hanem valamilyen tematikára, valamilyen téma köré fűzik fel magát az idegenvezetést. És az elmúlt évben ezt mi megpróbáltuk minél szélesebb körben terjeszteni. Ami alap volt, nekünk volt egy barokk Pannonhalma tematikus sétánk régebben, és ez egy nagyon kedvelt séta. Egyébként az egyik legszebb tematikus sétánk. A barokk Pannonhalmán tematikus sétában lehetőség van arra, hogy a vendégek bemenjenek a barokk ebédlőbe is. A barokk ebédlő az a szerzetesi ebédlő. Ide nagyon ritkán lehet bemenni, tehát dolgozóként is nagyon ritka az, hogy mi bemehetünk, de a barokk Pannonhalma tematikus sétába bevihetjük a vendégeket a szerzetesi ebédlőbe. Ez azért érdekes, mert tényleg itt tesznek a szerzetesek. Tehát itt is ugye megvan, hogy amikor ők étkeznek, akkor természetesen nem mehetünk a barokk ebédlőbe, de egy kijelölt időszakban igen. Ezt a barokk Pannonhalmát 6 alkalommal tudjuk megrendezni, egy évben megszervezni. Tehát ebből is látszik, hogy ez egy nagyon exkluzív tematikus séta. Ezt nem nagyon akarják feljebb vinni, majd azért még próbálkozunk, és hát ha ezt is sikerül többször megmutatni a vendégeknek. Amit még mi kitaláltunk, hogy akkor legyen több tematikus sétánk, például a Pannonhalma 3 halma, hogy egy kicsit kijövünk a monostorból, és megmutatjuk azt a 3 kis dombot, ami még ott Pannonhalma mellett van, illetve hát az apátság mellett van, hiszen van egy milleniumi emlékművünk is, egy boldogasszony kápolnánk, amit szintén érdemes megnézni. A csillagok alatt, ahogy a neve is mutatja, itt egy kicsit az éjszakába megyünk bele, és ez egy esti séta, ami kezdődik a könyvtárban, ahol egy szerzetes mutatja be, hogy milyen tudományos kutatások voltak a csillagászatban, a bencések ehhez mit tettek hozzá, majd pedig a vendégeket kiviszi a bástyára, és onnan nézik a csillagos eget, és ott elmagyarázza, hogy éppen mit lehet látni, milyen csillagképeket lehet látni. Az orgonatúránk azért érdekes, mert nem csak egy orgona van a Pannonhalmi főapátságban, hanem több helyen is el vannak helyezve, tehát a Boldogasszony kápolnában is van, ugye a bazilikában is van, a könyvtárban is látunk, van egy káptalanterem elnevezésű termünk is, és ide mindegyik részre elviszi az orgonatúra az érdeklődőket. A szerzetesek kertjéről látjuk a képet, az én kedvenc képem egyébként ez a labirintus az arborétumban, és a szerzetesek kertje az az arborétumról szól, hiszen nagyon fontos része az apátságnak az arborétum. Az arborétum, ahol különböző növényeket, fákat láthatunk, és
A vezetés alatt megállunk egy-egy résznél, az arborétum egy-egy részénél, és elmondja az idegenvezető, hogy mi az, amit ott láthatunk. Nagyon-nagyon érdekes rész, és a gyógynövénykertbe érkezünk le egyébként, és itt a gyógynövénykertben még egy csokoládékóstolóval is várjuk a vendégeket. A mesélőkövek nagyon történelmi, aminek a fénypontja talán az az ásványtár. Az ásványtár szintén olyan része a pannonhalmi főapátságnak, ami nem látogatható egyébként, csak tematikus séta alkalmával. Áprilisban nyitottuk, gyönyörű, szép, és ezzel a mesélőkövek sétával próbáljuk bemutatni a vendégeknek. Az építészet, ahogy említettem, ugye 1000 éve kortárs, tehát azt szeretnénk megmutatni, hogy az egyes korszakokban mi az, ami nagyon modern volt, mi az, ami nagyon különleges volt, és hát eljutunk tulajdonképpen a mostani állapotra, a bazilikának a mostani állapotába, ami ugye 10 évvel ezelőtt fejeződött be a felújítása, és hát sokak szerint nagyon modern lett, gyönyörű lett egyébként, tehát egy nagyon letisztult templomban érkezünk meg, de ennek is nagyon jó hallani a hátterét, az építészeti hátterét, tehát kicsit szakmai szemmel mutatjuk be a bazilikát. Ugyanígy a monostor kapui, a legfontosabb kapukat, sztorikkal, hiszen ezek is nagyon fontosak, ezek a legendák, amelyek összefűzik a pannonhalmi apátság életét és a város életét. A könyvtár titkai szintén egy nagyon kedvelt sétánk, talán azért, mert itt nem csak a könyvtárba bemegyünk és megmutatjuk azt, amit egyébként láthatnak a vendégek, hanem itt is titkos helyekre megyünk. És titkos dolgokat mutat meg az idegenvezető számunkra, tehát láthatjuk a legnagyobb könyvet és a legkisebb könyvet, ami tényleg ilyen 1 cm körüli, bemutat olyan termeket, ami egyébként nem látogatható, felvisz a karzatra, ami szintén nem látogatható egyébként. Tehát a tematikus sétáinknak az a lényege, hogy megmutassuk azt, ami egyébként egyénileg nem megnézhető az apátságban. Az érdekesség még talán ez a pannonhalma város és az apátság közös túrája. A város és az apátság történelme az nagyon összefonódott, tehát egyik sincs a másik nélkül, és ezt próbáljuk megmutatni ebben a túrában. Lent kezdenek a városban a vendégek, a sétával, majd felsétálnak az apátságig, és az apátságban egy szerzetes mondja el, hogyan is éltek, és milyen kapcsolatban voltak a várossal a szerzetesek. A kulturális ajánlatunkat még kiegészítettük levéltár kincseinek bemutatásával is. Ez azért érdekes, mert itt tényleg levéltári ritkaságokat mutatunk be, és ezt kiszoktuk ajánlani egyébként cégeknek is. És a cégek kérhetnek olyat, hogy előre megbeszéljük, hogy milyen témában szeretnék ezeket a levéltári ritkaságokat látni, és van olyan lehetőség, hogy a cégre vonatkozó levéltári anyagokat kikeresi a levéltárosunk. És hát itt azért voltak nagyon érdekes dolgok, például amikor egy gépkocsi kölcsönző cég volt nálunk, és mondták, hogy hát ha találunk valamit, milyen jó lenne, és a levéltárosunk talált a második világháború előttről olyan anyagokat, ami azt mutatta, hogy az akkori főapát bérelt egy autót, és akkor, hogy az melyik cégtől volt. Tehát, hogy ilyen dolgokat is találunk, gyönyörű egyébként a levéltárunk is, és nagyon érdekes dolgokat tudnak összeszedni. Gyógynövénykerti vezetés, illatmúzeum látogatása, hiszen az illatmúzeumunk is egy újdonság tulajdonképpen, egyénileg is látogatható vezetéssel is, ami nagyon összefügg a bencés hagyományokkal, a gyógynövényekkel, hiszen ugye a bencés szerzetesrendnek ez is szintén egy nagyon fontos munkája volt, hogy a gyógynövénykertben gyógynövényeket gondoztak, termesztettek, és ebből ugye különböző termékeket hoztak létre, úgyhogy ez a gyógynövénykerti vezetés az illatmúzeummal tulajdonképpen ezt a hagyományt próbálja bemutatni. A nagyon kedveltek még az orgona koncertjeink, a következő az most pont karácsonykor lesz, tehát 26-án a karácsonyi hangversenyünk. Nagyon kedvelt, tényleg azt hiszem, hogy egyedülálló élményt tudunk bemutatni. Ha egy kicsit elhagyjuk magát az apátság épületrendszerét és a közvetlen környezetünket, akkor azért a lombkoronas tanüstvényt szeretném megmutatni. Lehet, hogy ismert itt ugye a kilátóval, a hal formájú kilátóval pannonhalmán,
szintén látványosság, szintén érdemes megnézni. A gyógynövénykertünk a levendulással, hát tényleg amikor virágzik a levendula, akkor azt hiszem, hogy egyedülálló élményt nyújt ezt látni. És hát itt az arborétumban is látszik, hogy azért nagyon szép helyeket találunk. Talán ez éppen, de nem vagyok benne biztos, ez ahol szánkozni is szoktak. A diákok azért nagyon jól kihasználják az arborétumnak a lehetőségeit, úgyhogy ahol tudnak, ők azért ott vannak. Amivel próbáljuk értékesíteni és egy kicsit vonzani a turistákat a főapátságba, például a családi csomagjainkkal, tehát hogy amellett, hogy ugye azt mondtam, hogy nem a családbarátság miatt érkeznek, mi azért családbarát szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani. Ilyen például a kis kalandcsomag, ami azt jelenti, hogy családi belépőt adunk, tehát két felnőtte bejöhetnek a gyerekek, és emellett olyan foglalkoztató könyveket, amivel a család együtt fedezheti fel a monostort és az arborétumot is, és emellett ugye valami ajándék is legyen a gyerekeknek, levendula szörpöt kapnak, ami ott ugye az apátsági termékek között is megtalálható. Az iskolásoknak is külön programcsomagot hoztunk létre, amiből választani tudnak. És egy kicsit még a termeinkről, hát nem tudom mennyire látszik elég kicsi betűméret, de ugye említettem, hogy a cégek is keresik a pannonhalmi főapátságban a lehetőségeket, hogy hogyan tudnak eljönni hozzánk. Nagyon sok termünk van, ami bérelhető. Talán kevésbé ismert a díszterem, ez a gimnázium díszterme egyébként, és itt a díszteremben dísztermet is ki tudjuk adni, koncerteket is szoktunk itt szervezni, úgyhogy ez azért érdekes. A prelatúra, ami szintén nem látogatható, csak hogyha kibérelik ezt a termet a csoportok, vagy pedig a cégek. A prelatúra szintén egy barokk terem, gyönyörű, szép, és ez is bérelhető egyébként. Illetve hát a viatornak vannak különböző termei még. Egy újdonságunk szintén cégeknek, hogy a bencés szerzetes rendhez és a bencések életéhez hozzátartozik a regula. Ugye ők a regula alapján élnek, és a regula szabályai alapján végzik a mindennapi munkájukat, illetve az életüket így vezetik. És ez egy olyan szabály, hát szabálykönyvnek is mondhatjuk, ami a mai korban is alkalmas arra, hogy használjuk. És a bencésekkel beszélgetve rájöttünk arra, hogy ezt nagyon jól lehetne használni tréningeken. És az egyik szerzetesünk, aki egyébként coachként, pszichológusként végzett, ő azt mondta, hogy ő ezt nagyon szívesen elvállalná, hogy egy ilyen vezetői tréninget szervezünk a regula alapján. Így jött létre ez a program, amiben szeretnénk beépíteni a teljes apátsági programot, kiegészítve azzal, hogy tréninget tartunk a regula alapján, ez szerzetes végzi ezt, vagy vezeti ezt a tréninget, és hát reméljük, hogy ez tényleg kedvelt lesz, mert azért ez egy nagyon exkluzív dolog, és nagyon különleges dolog a program kínálatunkban, vagy úgy általában a kínálatunkban, úgyhogy ez egy érdekesség, amit ebben az évben vezettünk be. Egyébként ebben az esetben szállást is tudunk nyújtani, tehát a monostorban, a vendégszobákban tudunk szállást adni azoknak a vezetőknek, akik ide érkeznek erre a tréningre. Esküvői helyszínként is nagyon kedveltek vagyunk, tehát elmondhatom, hogy a szeptemberünk az tényleg arról szólt, az egész nyár, de még szeptember is. Szeptemberben 6 esküvőnk volt, tehát nem csak hétvégén, hanem hétközben is érkeztek hozzánk, mert hát egy gyönyörű helyszínt tudunk nyújtani, ugye egyrészt a kilátással is gyönyörű a bazilika is belülről, bár a fotósok szokták azt mondani, hogy fotós szempontból nem szép, meg nem jó, mert hogy annyira sötét, hogy nem tudják bevilágítani, tehát nem a legszebb képek fognak készülni bent a bazilikában, de hát maga a helyszín azért nagyon vonzó a pároknak. Nem csak a bazilikában, hanem a Boldogasszony kápolnában is tudunk helyszínt biztosítani, illetve hát ugye maga a lakodalom része pedig a Viator rendezvény és konferencia központban tudjuk lebonyolítani. Gasztronómiai ajánlatról már nagyjából beszéltem, ami még talán érdemes tudni rólunk, hogy a pincében is lehetőség van pincelátogatás mellett kóstolóra is. Itt több tételes kóstolóval lehet megkóstolni a
finom borainkat, már az új bort is. Most már lehet kóstolni, ugye mindig Márton napon hozza fel a pince az új bort, Szent Martinuszt. Úgyhogy 3-5 héttételes borkóstolóval várják a kollégák az apátsági pincébe látogatókat, illetve ehhez kapcsolódva a Pannonhalmi Főapátság sörfőzdéje is látogatható, tehát itt is van lehetőség főzdelátogatásra, és a főzdelátogatás mellett sört is lehet kóstolni. Az érdekesség, hogy most fog kijönni, ezt lehet, hogy önöknek mondom így először, lesz szőlős sörünk, a szőlős sörnek pedig egy ilyen kis együttműködésben a főapátsági pincészettel úgy készítették el a sört, hogy mustot tettek bele, tehát a főapátság pincészetétől megkapott musttal ízesítették a sört, úgyhogy ez egy-két héten belül kerül majd a piacra. Érdemes lesz megkóstolni, én már kóstoltam, és nagyon finom. Ami még a termékeinkből kóstoló, az a csokoládékóstoló, a trüffelkóstoló, illetve a likőrkóstolónk, és talán itt a likőrről mondanék is néhány szót, itt is van egy újdonságunk, ez is éppen a napokban jött ki, egy kicsit megújult a likőrkínálatunk, nem ízre, hanem külsőleg megújítottuk, és egy új formát kapott, új formájú üvegben, új címkével jött a piacra, néhány hete hoztuk ki a likőrjeinket ebben az új címkével, és most már így áruljuk. A rendezvényeinkről néhány szót. Nagyon sok rendezvényünk van a Pannonhalmi Főapátságban, tehát a tematikus séták mellett, illetve gyerekprogramok, amik így főleg a szünetben szoktunk megszervezni. Emellett vannak állandó programjaink, ez a Pannonhalmi Gasztropiknik és Borünnep, aminek a helyszíne az az Arborétum és a Gyógynövénykert. Minden nyáron megrendezésre kerül a Pannonhalmi Jazz Nyár. Ennek az érdekessége, hogy a pincészet teraszán, illetve a Gyógynövénykertben szervezzük meg felváltva. Ez egy 6 koncertből álló rendezvénysorozat. Az Art Picnic Pannonhalmán kerül megrendezésre, illetve van egy Art Picnic Pannonhalmán is, és ahhoz is szoktunk kapcsolódni a gasztronómiai kínálatunkkal, illetve hát, ami nagyon közkedvelt, az a Levendula Napok. Ez több hétvégés program egyébként a Levendula Napok, hát azért mindig számolgatni kell, hogy mikor legyen a Levendula Napok, amikor a legszebb a levendula, úgyhogy a Gyógynövénykertnek a vezetője, ő soha nem mond semmit, mindig azt mondja, hogy majd meglátjuk. Nekem azért tervezni kéne, hogy mikor lesz az a rendezvény, azért sikerült. Ez idén is nagyon, nagyon szép volt a levendula, úgyhogy nagyon jól sikerült eltalálnunk azt az időpontot, amikor tényleg teljes pompájában volt a levendula. Itt lehetőséget adunk egyébként levendula szedésre is, és ezt egészítjük ki különböző programokkal. És hát néhány szót arról is mondanék, hogy a szerzeteseket hogyan próbáljuk bevonni a programba. Egyrészt ugye a tematikus sétáknál említettem, hogy szerzetesek vezetnek, ezek nagyon érdekes dolgok egyébként, amikor ők vezetnek, teljesen más szemszögből mondják el az érdekességeket és a történetet. És van egy tárlatvezetőnk is, Bánk testvér, akit sikerült rávennünk arra, hogy nekem az jó, hogyha a turista tudja, hogy mikor van szerzetesi vezetés, és így meghatároztunk egy időpont, ez most a csütörtök 11 óra, amikor biztos, hogy ő fogja vezetni a csoportokat, akik odaérkeznek hozzánk, illetve az odaérkező vendégeket. De ezen kívül is szerzetesek, illetve diákok is vezetnek. Üzleti rendezvényeinknél ugye Már Katya, aki a coachingot vezeti, az üzleti rendezvények szervezésébe, illetve lebonyolításában vesz részt. És hát ezt így szoktam mondani, hogy én a jelenlétet szoktam kérni, mert tényleg úgy érkeznek a vendégek, hogy annyira jó lenne találkozni, vagy legalább látni egy szerzetest, hogy amellett, hogy tudom, hogy ők elvonultak, tehát, hogy a szerzetes rend az pont erről szól, hogy ők elvonultak, és nem szeretnék, hogy zavarják őket, hogy még mi azért egy nyitott apátság vagyunk, és hogyha találkoznak vendégekkel, akkor nyugodtan lehet beszélgetni. Tehát a vendégek szeretnek beszélgetni, szeretik megkérdezni, hogy mi is történik éppen az apátságban. Úgyhogy erre ígéretet kaptam, megnézzük majd, hogy hogyan is működik. És akkor itt visszatérnék a címhez, ugye ez az érték, élmény, emlék. Ezt minél több helyen próbáljuk bevezetni, ezt a szlogent, ez a honlapunkon is így jelenik meg, hogy az értékünk az maga a bencés rend, a bencés küldetés, az oktatással,
a kultúrával, a szociális otthonnal együtt. Az élmény az mindaz a szolgáltatás, mindaz a program, amit mi nyújtani tudunk, és az emlék pedig, amit magukkal vihetnek a vendégeink, amit ténylegesen termékként magukkal tudnak vinni. Ezek közül mutatnék néhányat, ezek most a karácsonyi csomagjaink is egyébként. Tehát ugye a klasszikus levendulás termékeink, amiben a levendulazsáktól kezdve a krémig, szappanig, levendulaolajig megtalálható nagyon sok minden, illetve hát vannak olyan termékeink is, ami a gasztrovonalat, tehát például a pauza puszedli, vagy a levendula szörp, a teáink, és még sorolhatnám, és itt pedig az új bencés likőrünknek az új címkéjével látható a képe. Tehát nagyon sok minden emléket tudnak magukkal vinni a vendégek, ami aztán későbbiekben, amikor talán ránéznek, akkor panonhalma jut eszükbe. Közösségi médiában is ezt a kettéválasztást megtartottuk, tehát, hogy Pannonhalma érték, az a pannonhalmi főapátság oldalán jelenik meg a különböző vallási üzenetek, illetve vallási programok, míg az élmény oldalunkon mindaz, ami turizmushoz kapcsolódik, a turisztikai szolgáltatások kommunikációjához tartozik. Nagyon fontosnak tartom, és úgy érzem, hogy turizmust is csak úgy lehet működtetni, hogy együttműködünk különböző partnerekkel, úgyhogy nekem tényleg úgy érzem, ez a küldetésem, hogy a főapátság minél jobban nyisson, és minél több helyen legyünk jelen. Ez azt jelenti, hogy már a város az tényleg nagyon jól működik, a várossal az együttműködés, akár ezt a tematikus sétát nézzük, de van közös családi csomagunk is, ami azt jelenti, hogy nem csak az apátságban, hanem a város különböző attrakcióiba is belépőt kapnak a családok ezzel a jeggyel. Tehát a Pannonhalma város úgy érzem, hogy már meghódításra került, tehát ott azért az együttműködés már jól működik. Győr és környéke szintén mindenképpen fontos számunkra, hogy minél több szolgáltatóval tudjunk együttműködni. És maga a turisztikai térség, Pannonhalma a Győr-Szigetköz Pannonhalma turisztikai térség része. Maga a turisztikai térségnek egyébként Győr-Pannonhalma térség az elnevezése, de Szigetköz is hozzátartozik. És hát itt van is egy olyan együttműködés, hogy így próbálunk a szigetközi szolgáltatók felé is nyitni, elsősorban a szállodák felé, hogy rossz idő esetén nyugodtan Szigetközből sem egy nagy távolság eljutni Pannonhalmára, tehát hogy velük is együttműködni és minél jobb kapcsolatot kialakítani. Ezen kívül Bakonybél, még amit felírtam, hiszen ott is egy bencés monostor van, a Szent Mauritius monostor. Velük is nagyon jó a kapcsolat, és velük is van már egy közös családi csomagunk. Hát ezt majd még valószínűleg fejleszteni kell, mert a távolság nagy. Tehát Bakonybél és Pannonhalma között nem is egynapos maga a csomag, 3 hónapig érvényes az a jegy, amit az egyik helyen megvásárolnak. De itt azért még van mit tennünk, de nagyon jó a kapcsolatunk velük, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt sem lesz gond. Illetve amit még tervezünk, és azt nem is írtam ide fel, de hát ugye Pannonhalmára azt szokták mondani, hogy a vallásturizmusban egy zászlós hajó. És ki is van jelölve a vallásturizmus stratégiába, hogy ezek a zászlós hajók kik, és hogyan lehetne őket összefűzni. És ami most elkezdődött, hogy itt a Dunántúlon egy ilyen közös márka, vallásturisztikai márka kialakítása, ebben részt vesz Tihany, Bakonybél, Pannonhalma, Győr és Csorna. És így lenne tulajdonképpen egy vallásturisztikai desztináció maga a térség. Próbálunk minél több területen együttműködni, nagyon érdekes egyébként a többi helyszínnel. Ezek a megbeszélések úgy zajlanak, hogy a turisztikai vezető mellett ott van szerzetes is mindegyik részről, és hát nagyon érdekes egy-egy ilyen megbeszélés, egy-egy ilyen tárgyalás tulajdonképpen, hogy hogyan is képzeljük el az együttműködést. Én úgy gondolom, hogy ebből is lehet, tehát a vallásturizmus stratégia tényleg azt a célt tűzte ki, hogy ezek a zászlós hajók és a nagyok, tehát mondjuk Tihany és Pannonhalma fogja össze a kisebbeket, és tudja hát maga mellett egységesen megjeleníteni a vallásturizmust Magyarországon.
ahol, akikkel még együttműködünk, utazásszervezők, utazásirodák, szállodák, tehát hogy tényleg itt is nagyon fontos a minél jobb kapcsolat és a minél gyümölcsözőbb kapcsolat kialakítása, ami úgy gondolom, hogy ez nagyon jól megy is nálunk. Ami még így a stratégiánkban benne van, és amit még szeretnénk megvalósítani, az egyrészt ugye ez a Pannonhalma-Győr kultúrabor gasztrovonal. Itt úgy látjuk, hogy ebben azért van lehetőségünk, illetve a kultúravallás Pannonhalma-Bakony Béla, ami már működik, és a Pannonhalma-Győr lébény lehetne még egy külön esetleg tematikus túra, illetve az aktív turizmust bevonva a kulturális turizmusba, kultúra és kerékpár, hiszen Pannonhalma-Győr között kiépítésre került a bicikli út, kerékpáros útvonal, és nagyon jól megközelíthető, egy nagyon jó kis kirándulás. Úgyhogy ez is úgy gondolom, hogy már elég jól működik, és mi is kerékpáros barátszolgáltató vagyunk egyébként Pannonhalmán, úgyhogy tényleg minden megtalálható, ami szükséges kerékpárosoknak. Illetve a tematikus sétát említettem. Hát néhány dolgot még mondanék, mert készítettünk egy elégedettségi felmérést idén nyáron, 2023 nyarán, és ebből hoztam néhány dolgot, hogy azért megmutassam azt, hogy nem reménytelen, amit én úgy elképzeltem a stratégiában, meg amit szeretnék megvalósítani, vagy szeretnénk megvalósítani. Tehát, hogy azért az, hogy minél többször jöjjenek el hozzánk, és ne egyszeri alkalmas legyen Pannonhalma és a főapátság, azért úgy látjuk, hogy tényleg többször is meglátogatják, hiszen hogyha látható, hogy 2-3 alkalom, illetve 3-nál többször is nagyon sokan jártak már Pannonhalmán, ez azt mutatja, hogy mindig tudunk valami újat mutatni, és mindig van olyan program, ami felkelti az érdeklődését az ide látogatóknak, hozzánk látogatóknak. A legutóbbi látogatás célját is megkérdeztük, hát nagyon sokan ugye az egyéni kirándulást írták, nagyon sok egyéni látogatónk van, de érkeznek vallási célból, zarándoklatból, szervezetcsoportos programra is, úgyhogy ez is érdekes számunkra. Az, hogy mennyi időt szánt a tartózkodásra, hát szerencsére a fél óránál kevesebb az nincs, tehát hogy senki nem gondolja úgy, hogy fél óránál kevesebb idő alatt meg lehet nézni a pannonhalmi apátságot. Aminek én nagyon örülök, az a fél nap teljes nap, hiszen több mint 50% a válaszadóknak és majdnem 400 válaszunk volt, azt mondta, hogy ők azért sokkal hosszabb időt terveznek, mint 1-2 óra Pannonhalmán. A programokra kérdeztünk még rá, nagyon sokan veszik igénybe az idegenvezetést, a gyógynövénykert látogatást, az arborétumi látogatást, illetve hát a levendula napokat is sokan ismerték, ezért is érkeztek. De csak az ima órára is jönnek, az egyes liturgikus rendezvényeinkre is sokan érkeznek. És az, hogy mit szeretnének még látni, milyen programokat látnának szívesen. Azt mondták, hogy a koncertek, nagyon sok koncertünk van, van könnyű zenei koncertünk, és van ugye az orgona hangversenyeink, komoly zenei koncertjeink is, tehát hogy azért ezek megvalósulnak. A gimnáziumi látogatás, amire azt tudom mondani, hogy hát ezt tervezzük, tehát a terveink között van egy olyan tematikus séta, ami a gimnáziumba vinné be az érdeklődőket. Mert ugye ez mindig egy olyan nagy rejtély, hogy mi is lehet ott a gimnáziumba. És hát Albin atyával, a gimnázium igazgatójával már megbeszéltem, hogy beenged bennünket a gimnáziumba, amikor szünet van. Bemehetünk hálóba is, bemehetünk osztályterembe is, és hát megnézhetjük azt, hogy hogyan is élnek a gyerekek ott a gimnáziumba. És egy kicsit olyan tematikus séta lenne, ami összeköti a gimnázium és az apátság életét, tehát megnézni, hogy hogyan is kötődnek a szerzetesek a gimnáziumi diákokhoz. Szeretnék látni a kupolát, nem tudjuk megmutatni a kupolát, a kupolába nem tudunk felmenni. Elsősorban biztonsági okok miatt, nagyon-nagyon szűk a lépcső, és nincs menekülési útvonal. Tehát ez az egyetlen egy oka, egyébként tényleg gyönyörű, nagyon szép a kilátás, van egy harangszint is, ahogy megyünk fel a kupolába, a harangokat is lehet látni, és nagyon szeretnénk megmutatni tényleg, de biztonsági okok miatt nem tehetjük. Gyermekprogramokat szeretnének, ezt próbáljuk minél többet. Hát van így ilyen, hogy VR szemüveg, én nem szeretném, megmondom őszintén, tehát én úgy gondolom, hogy aki ott van nálunk,
nézze meg élőbe és élményeket szerezzem, de elgondolkodtató, hogy esetleg a mai kor turistája már tényleg VR szemüveget is szeretne, amivel esetleg talán hát ugye virtuális valóságot tudunk létrehozni, tehát hogy esetleg egy korábbi kornak a részeit tudjuk megmutatni, megnézzük, hogy majd én most még tényleg nem szeretném, és a játszótér, ami tényleg hiányzik, úgyhogy ezt is próbáljuk pótolni. És hát én köszönöm a figyelmüket, remélem, hogy egy kicsit közelebb tudtam önökhez hozni Pannonhalmát, ami gyönyörű. Hogyha valaki odaérkezik, akkor azonnal érzi azt a spirituális légkört, ami körbeveszi Pannonhalmát és azt a nyugalmat. Úgyhogy én csak annyit tudok mondani, én győri vagyok egyébként, és Győrből járok ki Pannonhalmára, hogy mindig megnyugvás oda megérkezni. Tehát, hogy ez teljesen más légköre van az apátságnak, mint hogyha egyéb helyen dolgozna az ember. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen.